A Csíki-medence épített örökségének éke a csíkszeredai Mikóvár. A késő reneszánszkori épület krónikája kereken 4 évszázadot ölel át. Volt már török-tatár seregek célpontja, a Habsburg hatalom erődített laktanyája, az első székely gyalogezred, majd az 1848-49-es szabadságharc székelyföldi központja. Később a Hargitai megyeközpont adminisztratív irodáinak székhelye. A vár névadó építtetője, a középnemesség soraiból feltörekedett Bethlen Gábor fejedelem hűséges szolgája, hídvégi Mikó Ferenc főkapitány. 1623. április 26-án kezdték el Szeredavárának az építését. A korábban Szeredavárnak vagy Mikóújvárnak nevezett várkastély fennállásának 400 éves évfordulóját ünnepli idén az utókor, a programokat a várban működő Csíki Székely Múzeum koordinálja. Az intézményvezető szerint, noha a várépítést annak idején nem nézték jó szemmel a helyiek, sokukat jobbágysorba taszítva kötelezték a munkára, ma egész Csíkszék nagyra becsüli a műemléket. Ez a hely ma a csíki kultúrának az egyik őrzője és védőbástyája, arra mindenképpen büszke kell lenni, és hogy ezt ilyen színvonalon működtetjük, és ennyi látogatót vonz ide a csíkszeredaiak számára, azt szerintem büszkeséggel kell eltöltse úgy a helyieket, de akár Erdély szerte is. Az, hogy a Mikóvár ennyire ismert, az a Csíki Székely Múzeumnak is köszönhető. Amit a 400 évvel ezelőtti épületről tudunk, az az, hogy a belső vár nagyjából így nézett ki, mint ahogy itt is látjuk, tehát megvolt ez a 4 saroktorony, ez a belső zárt udvar, illetve úgy néz ki, hogy 3 szárny, tehát a keleti, az északi, illetve a nyugati, és ami a látogatók számára is pillanatnyilag érzékelhető, az a külső kaputorony, tehát ez egyedül árválkodik a vár előtt. Manapság már kifejezetten hívogató szerep hárul a különálló toronyra, ezen belépve az időutazás garantált, hiszen a várban helytörténeti és képzőművészeti értékek egész sora látható. Örülök, hogy itt lehetek, ilyen történelmi közágba, környezetbe. A 400 éves évforduló tiszteletére a várudvarba költözött a jól ismert Borszereda is. Szerintem nem sok olyan dolog történt a magyarokkal és a magyar történelemben, hogy ne lett volna ott a bor. De nem csak a borvidékekre igaz ez, tehát arra nagy nevű, tehát hogy Arad, vagy Tokaj, vagy Badacsony és így tovább. Tehát sokkal szélesebb alapokon nyugló történelmileg a magyar bortermelés. Csíkszeredának, Csíkszéknek, akár egy központjának is tudjuk nevezni ezt a helyet, és hát úgy érezzük, hogy itthon vagyunk, és hát itthon szeretnénk vendégül látni a kárpátaljai magyar borászokat, és hát ezáltal is fel tudjuk kínálni azt, hogy Székelyföld partner tud lenni magyar-magyar kapcsolatokban. A bormustrát több más jubileumi program követi a Mikóvárban. A Mikóvár ki kellett törjön az elszigeteltségből, hiszen a különleges funkciói miatt katonai létesítmény volt, több olyan rendszer alatt, ami nem a székelység mellett állt, hanem sőt ellenében és az elnyomás képviselte, és az elmúlt években a város ki kellett ebből a régi történelmi kontextusból hámozza, és fel kellett töltse tartalommal. A hosszú ideig katonai célokat szolgáló és az itt élőket kirekesztő várkastély ma Székelyföld szerte az egyik legnyitottabb közösségi térnek számít. A bástyák és a várfalak máig őrzik a történelem, a csíki-székely kultúra emlékeit, de a vár 400 éves évfordulója már nem csak a múltról, hanem a jövőről is szól.